Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai podcast adásunkban egy igen érdekes kezdeményezésről lesz szó, ami a tatabányai producer Vasas Petra és párja Král Kevin nevéhez fűződik. A művészpár járt már nálunk, és talán nem túlzás azt mondani, hogy igencsak nagyra törő terveik vannak a filmiparban. A mikrofonnál Vágnár Zsonát, vele szemben pedig az egyik főszereplő, idézőjelben főszereplő Vasas Petra, és Tóth Károly színész. Köszöntjük mi is a hallgatókat! Sziasztok! Mielőtt még a legújabb történésekről beszélnénk, egy picit ugorjunk vissza az időben. Mi indított el Petra ezen a pályán? Elsősorban, amikor az egyetemi tanulmányaimat folytattam a Kodolányi János Egyetemen, már ott is tanultam filmkészítést, azonban az csak egy szeletebb volt a, a kommunikációs szaknak, így igazából nem az mozgatott meg első körben, hanem sokkal jobban vonzotta a tévézés és ö, az újságírás, szóval inkább ez a vonal, ami, ami foglalkoztatott. És amikor ö, megismertem Kevint, aki már akkor jó benne volt a filmkészítésben, akkor már több animációs filmet, illetve ö, kisjátékfilmet is rendezett. Én így mellette csöppentem bele ebbe a filmes világba úgy igazán. Az első közös filmünk az a Tükörkép című animációs film volt, amit 2021. augusztusában készítettünk el. Én is már akkor is, mint producer álltam be a projekt mellé, illetve az egyik alkotója is voltam, hiszen én rajzoltam meg a karaktereket, és már magában a, a koncepció kitalálásában is részt vettem. Úgyhogy azt mondható, hogy, hogy itt kezdett el az életem részévé válni a filmezés, mert elég hamar volt lehetőségünk már a tükörképpel elkezdeni fesztiválozni. Szeptemberben már részt vettünk a Miskolci Színefesten, ahol a Roma kép szekcióban versenyeztünk. Ott el is nyertük a, a fesztiválnak a, a külön díját a, az animációs filmmel, úgyhogy ez egy meghatározó szelete volt. És igazából a tükörkép itt mondhatni útjára is indult, hiszen ezután még számos fesztivál vettünk részt a Magyar Független Filmfesztiválon, a Pápai Történelmi Filmfesztiválon. Volt lehetőség bemutatkozni Amerikában, Lengyelországban, illetve Olaszországban is. Része volt a mozgókép, a tavalyi mozgókép programjának, és most eljutott oda, hogy a, a film jó streaming platformon látható. Úgyhogy a tükörkép az már bejárta ezt a, ezt a szép hosszú utat. Ezután elkészítettük a Ha egy Kék Lufi lennél című dokumentumfilmet, ami egy látássérült Lufiárusról, Dávidról szól. Ez már egy kicsit más volt annak tekintetében, hogy élő szereplős film, szóval nekem ez itt szintén egy újdonság volt mondhatni. A forgatáson nagyon kis tábbal dolgoztunk, volt Kevin a rendező, volt egy operatőrünk, és volt a Ména helyszínen, szóval tulajdonképpen hárman vittük végig ezt a, ezt a folyamatot. Dávidnak egy napját forgattuk le. Azóta ez a film is nagyon szép sikereket ért el. Legutóbb a Magyar Hollywood Tanács külön díját nyerte el a Ceglédi Fesztiválon, illetve pont most hétvégén voltunk az Adolf Szukor Film mint uh, meghívott előadók. Ott is levetítették a filmünket, és egy kicsit beszélgethettünk így a, a filmkészítésről a fiataloknak. Ez a két filmünk volt, amit eddig közösen valósítottunk meg, és uh, most pedig jelenleg a Melange forgatókönyvén dolgozunk. Igen, sikertős sikere halmoztok, ez, ez vitathatatlan. Mi az, ami inspirált titeket? Szerintem elmondhatom, hogy mindenképpen, hogyha találunk egy témát, ami minket foglalkoztat, és fontosnak tartjuk, hogy erről, erről készítsünk egy filmet, tehát, hogy kommunikáljunk az embereknek az adott téma mondjuk fontosságáról, akkor, akkor az mindenképpen egy nagyon inspiráló dolog. Ezen kívül pedig talán nem nagy képű azt mondani, hogy, hogy szeretnénk sikeres filmkészítők uh -huh. lenni. Még mielőtt valaki azt hinni, a melange ebben a szó összetételben van, egy ebben a szóban nem a kávét magát jelenti, hanem akkor mit? Tulajdonképpen a kávét jelenti, mert a Hátassék. filmünknek egy központi kérdéke lesz a kávé, pontosabban a melange. A Melange az a, a következő filmtervünk, amit Kevin még 2020-ban egy forgatókönyv pályázatra készített el. Azóta viszont így el volt rakva a fiók mélyére, és ö, többször mondhatni már át lett dolgozva. Én voltam az, aki mondtam neki, hogy, hogy nekem ez annyira tetszik ez a történet, hogy ezzel mindenképpen kellene valamit kezdeni, mindenképpen szeretném, hogyha ez meg tudna valósulni, és ö, komolyabban ez év elején kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy, hogy ez a film jó lenne, hogyha akkor tényleg meg tudna valósulni. Különböző támogatókkal vettük fel eddig a kapcsolatot, és jelenleg is zajlik egy közösségi finanszírozási kampány, aminek az a célja, hogy tulajdonképpen a filmet a megfelelő keretek között tudjuk felvenni. Ezen kívül még stúdiókkal tárgyalunk, illetve egyéb támogatókkal is. Igen, erről majd mindjárt beszélünk egy picit előtte, még azért említsük meg, hogy olyan neves színészgárda sorakozott fel mögötte, mint Szabó Sipos Barnabás Jászai Mari Díja, színművész, de Spilák Klára, Szeret Jessica Parker magyar hangja is szerepet játszik, illetve Tóth Károly. Mi az, ami téged megfogott ebben az alkotásban? Hát engem, engem uh... Nagyon 21. századi módon keresett meg a Petra Facebook Messenger ilyen üzenetküldési kérelem jött. Egy Vasas Petra nevű hölgytől elolvastam, és hogy lenne itt egy forgatókönyv, amit jó lenne, ha elolvasnék, mert rám gondoltak ezzel a rövid filmmel kapcsolatban. És engem nagyon vonzott az, hogy elsősorban az, hogy újra magyarul, magyar nyelven beszéljek kamera előtt, mert az utóbbi években én ugye kétnyelvű színész lévén, inkább inkább szlovák földön forgattam filmeket, sorozatokat szlovák nyelven, és és nagyon nagyon tetszett ez az elképzelés, hogy na akkor most újra újra magyarul. Ez volt az első számú. A második számú az maga a történet volt, amikor elolvastam a forgatókönyvet, ez egy nagyon szép kerek és Mély üzenettel bíró történetnek láttam, ami valamilyen szinten mindenkit, de engem biztosan érint. Mi És... volt ez az üzenet? Hát nem. igazából, igazából a filmnek a szimbolika rendszere, ez a, ez a melange. Most nem tudom, hogy mennyire spoilerezhetek, vagy mi minden árulhatok el a forgatókönyvből. Igazából nehéz úgy beszélni erről, hogy kis titkokat is megtartsam. Hát van benne apa-fiú kapcsolat, van benne család fontosság az, életrang életranglétráján, van benne egy kis szembenézés a saját önzőségemmel, és így tovább, és így tovább. És ezek, ezek, szerintem olyan témák, amikről nem lehet eleget beszélni. Egyre inkább nyitott a világ és a társadalom arra, hogy, hogy szembenézzen ezekkel a témákkal, és ahogy Kevin és Petra megfogalmazták ezt a, ezt a témát ebben a forgatókönyvben, ez nekem nagyon tetszett, és szerettem volna részt venni ennek az üzenetnek a kifelé kommunikálásában. Tehát akkor kaptál egy üzenetet, elgondolkodtál, és egyből igent igen, 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 igen. Egy, egy, egyrészt azért, mert szerintem Magyarországon rövidfilmet forgatni egyre menőbb, tehát szerintem a magyar rövidfilmek nagyon sikeresek nemzetközi szintéren is, és hát ezt is most megpróbálom nem önzőn mondani, de ki ne szeretne egy ilyen sikerszférában dolgozni, vagy részt venni. És... Nem tudom, ez egy ilyen belső indítatás is, hogy így megbíztam bennük első pillanattól kezdve. Csillagok szerencsés együttállása volt, lehet Remélem. mondani. <laughs> és akkor mi is a következő, hogy 40 44 nap van hátra, ha jól tudom, a licitálásból. Igen. Ö... A hozzájárulásból, és 215 ezer forintnál tartotok. Mennyi a cél, és mire fordítjátok ezt az összeget, hogy összejön? Ugye úgy néz ki ez a, ez a kampány, hogy a branch felületén érhető el, és tulajdonképpen bárkinek, bármilyen civilnek, vagy, vagy olyan embernek is, akinek semmi köze nincsen a filmezéshez, betudálni a, a filmünk mellé, és egy kicsit részévé válni. Ez a kampány most 1500 ezer forintot célzott meg, és ez tulajdonképpen az eszközöknek a biztosítására lenne. Az nem titok, hogy a film egy nagy része az autóban fog játszódni, így egy elég biztonságos környezetet kell teremtenünk ahhoz, hogy, hogy ez jól is nézzen ki, és megfelelő keretek között legyen felvéve. Tehát speciális Igen. felszerelésre van szükségetek, mondjuk ki. Igen, így van. Úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen egy nagyon fontos. Ezen kívül pedig természetesen nagyon sok helyen van szükség engedélyeztetésekre, amik szintén kívánnak egy, egy biztos anyagi forrást. Úgyhogy főleg ezek, illetve a film utóélete, és szintén megkívánja azt, hogy hogy legyen mögött egy keretösszeg, amihez bármikor hozzá tudunk nyúlni. De ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk stúdióval, aki esetleg, hogyha ez a kampány nem sikerül, beálljon mellénk és biztosítsa a számunkra legalább a megfelelő eszközöket. És ez a film mindenképpen el fog készülni, hogyha hogyha ez a kampány nem sikerül akkor is. Tehát van B-terv. Van. van. Arra is gondoltatok, hogyha esetleg nem jön össze akkora összeg amekkora. mindenféleképpen elkészül. Mikor? A tervezett forgatás az november közepére várható. Nem lesz egy hosszú forgatás, néhány nap plusz-minusz, hogyha pótforgatásra is szükség van. A film várható elkészülése az pedig 2024 elejére várható. Mi lesz, hogy a szereped? Én egy... Ö ilyen luxus sofőrszolgálatnak az egyik sofőre leszek. Robert lesz a szerepemnek a neve, és Szabó Sipos Barnabásra lesz egy hát giga hosszú jelenetünk. Gyakorlatilag egy út a szállodai szobából a mozig. Hogy miért van szállodában, és miért menjünk moziba, azt most nem árulnám el, azt majd szerintem derüljön ki a filmvászonról. Azért egy picit hozzuk meg a hallgatók kedvét azért, mert ő, nyilvánvaló, hogy az emberek többsége szívesebben adakozik, akkor, hogyha tudja részleteket is. Jó. Ez most egy meggyőző ér volt. Hát a Szabó Sipos Barnabás által megformált Ferenc, ő egy, ő egy színész. Tehát gyakorlatilag a, a, a filmben is egy színész figura. És ö, karrierje nagy áttörésére készül, a saját filmbemutatójára készül, ahol hogy is mondjam, egy kicsit, kicsit ilyen önző módon megadja, a, tehát túlságosan is megadja a módját annak, hogy ő most egy filmsztár. Ő annak ellenére, hogy Budapesten lakik, luxus szobát bérel ki, hogy ott készüljön a film bemutatójára. Ő, sofőrszolgálatot hív, de nem akármilyet, hanem, hanem ez, ezeket az öltönyös fickókat, a nagy fekete luxusautókkal, és, és velük viteti el magát a bemutatóra. És egy kicsit a viselkedésen is érezni, hogy ő most egy kicsit elemeltes saját magát a valóságtól, és mintha egy kicsit többet gondolna, hogy többet érezne saját magáról aznap este. És maga a történet, vagy maga, maga az esemény sorozat, ami ebben az autóban történik, az arról szól, hogy ez a két külön világnak, a sofőrnek és a, a Ferencnek az egymáshoz közeledése, az, tehát hogy szépen lassan egy hullámhozra hossz, kerülnek, el tud indulni valamilyen kommunikáció, és egyre mélyebbre és mélyebbre, mélyebb rétegeket érintenek olyan témákban, mint a család, mint az apa, mint a gyerekek, a munka és annak fontossága, mi a fontosabb, a család vagy a munka, hogy, -hogy nem a családoddal utazol a bemutatóra. Tehát ilyen öm, nagyon egyszerű kérdéseket tesz föl neki a Robert, legalábbis a Robert egyszerűnek érzi ezeket, de a Ferencen, Ferencben ezek elég nagy készúrások, és nagyon sok mindennel szembe kell néznie ez alatt a 15-20 perc alatt, amíg ők odaérnek. És hát a film vége pedig nagyon váratlan és ilyen fordulattal teli. Én azt gondolom, ezt viszont már tényleg nem árulom el. <laughs> Igen, már akkor ezzel kapcsolatban nincs is több kérdés. 15-20 perces út, azt mondtad, akkor a film is körülbelül ennyi. De nem ö, ennyi, szerintem. vagy ekkora időtartamú lesz. Nagyon mély, és nagyon mély kérdések vannak benne, nagyon filozófikus kérdések. Hogy lehet ezt ennyire ö, rövid idő alatt, ezt a témát, hogy lehet ennyire rövid idő alatt feszegetni? Petra, válaszolsz erre, vagy válaszoljak én? Szerintem válaszolj te. Talán éppen ezért a rövid idő miatt volt számunkra nagyon fontos, hogy olyan színészeket találjunk erre a szerepre, akik. Ezt nehéz megfogalmazni, akikben mi érezzük azt, hogy hogy át tudják adni majd akik a nézőnek. Akik hitelesek Igen. Talán. Igen, akik át tudják adni a nézőnek azt, amit mi szeretnénk átadni, tehát, hogy egy kicsit rajtuk keresztül szeretnénk a, a nézőknek üzenni, és mivel egy térben fog játszódni a filmnek a nagy része, ezért nagyon-nagyon fontos lesz a, a színészi játék. Tehát, hogy a karaktereknek a, a mimikái, amikor a szavak nélkül kell majd bizonyos szituációkat lereagálni, ez, ez nagyon fontos szerepet fog betölteni a filmben. Meg volt a forgatókönyv, ez hogy volt, hogy az elsőre eszetekbe jutott, aki ezt hitelesen el tudná játszani, mert ugye említetted, hogy fontos volt a karakter pontos megtalálása is. Ez a Szabósipos Barnabásnál a, a legviccesebb sztori igazából, mert ő tulajdonképpen már legelőször jutott az eszembe, még akkor is, amikor még nem ismertem őt, csak a hangját ismertem meg, mert valamiért annyira elképzeltem őt, mint Ferenc, és a Kevin is nagyon hasonló állásponton volt, és amikor én elkezdtem az Országos Vérellátó Szolgálatnál dolgozni, akkor egy a második napon belépett az ajtón Szabó Sipos Barnabás. Mert véletelek nincsenek. Igen, és kiderült, hogy kollégák leszünk az OVS-nél, mert ő is ott van, mint a, a vérnagykövete. követe és akkor, ahogy tájt múlt az idő, egyre jobban megbizonyosodtam arról, hogy ő a megfelelő személy. Kettem és is volt kérdés akkor. Igen, és ez a, amikor Kevin találkozott vele, akkor azt mondtuk, hogy ő Ferenc. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg teljes mértékben a, a, szerepre alkalmas. A másik kettő szereplőnél Ferenc feleségének a, a megtalálásánál egy kicsit nehezebb helyzetben voltunk, mert tisztában voltunk azzal, hogy nagyon kevés szerep jut a, a feleségnek, és az is főleg telefonos megjelenés lesz, és ezért tudtuk, hogy szeretnénk egy olyan színésznőt találni, aki a szinkronban nagyon, nagyon erős. Felvetődött egy-két név még lárán kívül, de, de úgy gondoljuk, hogy ő nála is sikerült megtalálni a megfelelő szemét, illetve ő is nagyon lelkesen állt ehhez a feladathoz, úgyhogy ez pluszban megerősített minket abban, hogy, hogy jó választás volt. És hát Tóth Károly esetében szintén én voltam a úgymond a döntéshozó. Én Károlyt a barátok közből ismertem meg, mert ő ott játszott korábban, és ott pedig az volt számomra a fő szempont, hogy, hogy a karakterünk egy nagyon, ahogy ő is mondta, egyszerű személy, viszont egy olyan kisugárzása van, ami képes arra, hogy, hogy a Ferencünknek az életére nagy hatást gyakoroljon. És számomra ez volt így, ami, ami mellette döntött. Van -e esetleg a későbbi tervek között még valamilyen film? Mert a múltkor, amikor elfogadtátok szintén a, a meghívásunkat, és itt voltatok a stúdióban, akkor beszélgettünk arról, hogy van a fejetekben egy ötlet. Akkor erről a filmről beszéltetek. Igen, most öm... hol járunk? Most van-e? Mert mindig egy lépéssel ti előbbre vagytok. Most teljes mértékben erre a melanzsra koncentrálunk, mert, mert hatalmas munka már most is, és ez még ahogy a forgatáshoz egyre jobban közelítünk, még nagyobb befektetést, erőbefektetést kíván tőlünk, de emellett tervben van az első egészestés dokumentumfilmünk, amit elmondhatok, hogy egy mozgáskorlátozott kisfiúról fog szólni, aki egy balesetben elveszítette az édesapját, és elveszítette az egyik lábát és ők Kárpát aljáról jöttek ide az anyukájával, azért, mert csak itt tudja megkapni azokat a hát szükséges kezeléseket, amire még szüksége van. A másik lábáért még küzdenek az orvosok. Róla és az anyukájával való kapcsolatról fog szólni ez a film, illetve meg fogjuk őt ismertetni a parasporttal, azon belül is az labdával, és az ő útját szeretnénk bemutatni, ahogy ő rálép erre az útra, és a sport segítségére lehet, hogy feldolgozza a traumákat, és egy olyan közösség tagja lehessen, ami, amiben ő is megtalálhatja a helyét. Végszóként még egy picit térjünk vissza a Egy-két mondatban, legyetek kedvesek, foglaljátok össze, hogy mégis miért várjátok ti a filmkedzelők támogatását? Én személy szerint azért szeretnék megkérni mindenkit, hogy támogassák a melanzsot a branch felületén, mert úgy gondolom, hogy olyan fontos kérdésekre próbálunk meg választ adni, ami minden ember életében jelen van, és minden embernek talán egy kis segítséget is nyújtat abban, hogy a, a múltbeli problémáit hogyan dolgozza fel. Lesz benne nagyon sok csavar, lesz benne nagyon sok érzelem, és a végén pedig egy igazán izgalmas fordulattal zárjuk a történetet. Úgyhogy én azért szeretnék megkérni mindenkit, hogy álljanak be mellénk. Károly? Pedig már csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ne csak a mit támogassák, ne csak a filmet, és azt a, azt a végterméket, ami majd a filmbásznon lesz, mert itt nagyon fontos a hogyan is. Tehát ez az első olyan csapat, akik, akikkel úgy dolgozom, hogy nagyon-nagyon sokszor leülünk, még a forgatások előtt. Olvasó próbáink vannak. Folyamatosan a Kevin figyeli azt, hogy, hogy, mi hogyan működünk ezzel a szöveggel, és ceruzával a kezében kihúzza az oda nem illő mondatokat, és megkérdezi, te hogy mondanád? Tehát ez szerintem egy ugyancsak Annyira fontos dolog, hogy a magyar filmforgatási kultúrába egy ilyen ö, módszer kezd beszivárogni, amit, amit szintén érdemes támogatni, mert ö, ez, ez a hozzáállás a végeredményen is meg fog mutatkozni, és egy úgymond a filmgyár csúnyán kifejezve itt eltörlésre kerül, és egy igazi alkotói műhely jön létre, és hát mi más támogasson az ember, hanem ilyen kicsi és családi műhelyeket, ahol igazán uh, szívvel és lélekkel teli alkotások jönnek létre. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást, és akkor mindenkitől várjuk a szavazatokat, voksokat, támogató forintokat. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.